800 literes sütőolajgyűjtő edényeket helyeztek el Szekszárd 11 pontján a környezettudatosság jegyében. Az önkormányzat már nyáron felvette a kapcsolatot az újrahasznosító céggel, és most megszületett a megállapodás. Számos háztartásban gondot okoz a használt sütőolaj elhelyezése. Erre keresett megoldást Szekszárd város önkormányzata. Cserháti László a program koordinátora elmondta, számukra is nagyon fontos ez a nap, hiszen ez az első megyeszékhely az országban, ahol kiépült a 800 literes gyűjtőrendszer. Azért különleges ez, mert eddig vagy kisebb gyűjtőedényekkel, vagy pedig intézményi területeken helyeztük ki ezeket a gyűjtőedényeket. A lakosság ezekbe az edényekbe helyezheti el a háztartásokban keletkezett használt sütőolajat és sütőzsiradékot, amit a Cserpet Sem program keretében gyűjtünk össze, és előkezelés után biogáz üzemekbe, illetve biodízel alapanyaggyártó üzemekbe kerül, tehát 100%-ban felhasználásra kerül, újrahasznosításra kerül az anyag. A használt sütőolajat és zsíradékot lezárt műanyag palackban vagy befőttes üvegben helyezhetik el a lakosok a gyűjtőkonténerbe. Az elkövetkezendő pár hónapban még figyelni kell az edények telítettségét, de jelenleg egy olyan fejlesztésen dolgozik a cég, ami online módon is jelzi majd, ha megtelt a tároló. Fontos, hogy a szemléletformálásnak ez is része legyen. Ugye itt a környezettudatosság, a környezetvédelem kapcsán példát kell mutatni a gyerekeknek, és meg kell tanítani nekik, hogy igenis a sütőolaj, ami otthon keletkezik, az veszélyes a környezetre, ezért ennek megvan a helye, el kell mondani, hogy mi történik vele utána, úgyhogy ezzel van még dolgunk bőven. Ez az első lépés, hogy ezek az edények kint vannak, és remélem, hogy nagyon-nagyon gyorsan fognak telni, mert akkor ez azt jelenti, hogy a lakosság használja ezeket az edényeket. A sajtótájékoztató során az is kiderült, hogy a cég minden liter használt zsíradék után 25 forint anyagi visszatérítést fizet az önkormányzatnak, ami akár milliós nagyságrendű is lehet. Ezt az összeget közösségi célokra költheti majd el a megyei jogú város.